Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Pár érdekesebb, kisebb gnomshell kiterjesztést szeretnék bemutatni. Gyakorlatilag, aki gnomot használ, önneki egyértelmű, hogy a telepítés a gnom honlapján, ezen az oldalon történik. Gyakorlatilag a telepítésre kattintva fel tudod telepíteni azt a kiterjesztést. Különböző egyéb telepítési módszerek vannak, de szerintem ez az egyik legkényelmesebb. Megnyomjuk a telepítés gombot, nem. Először megnézzük, hogy a shell verzió, amit kiválasztott, ami kiterjesztést kiválasztottad, annak a shell verziója megegyezik-e a te GNOME shell verzióddal. Azaz, hiába van egy jó pofa kiterjesztés, hogyha csak a régebbi shell-ekkel működik. Igen, tudom, hogy nagyon kellemetlen, én azt szoktam mondani mindenkinek, hogy előbb nézzük meg, hogy működik-e, illetve hivatalosan ajánlják-e, és utána telepítsük. Általában nem okozott gondot, de én jártam úgy, persze nem nagyon értek a GNOME rendszerekhez, hogy nem tudtam eltávolítani, nem működött, és nem tudtam eltávolítani, nem okozott gondot, de bosszantott. Nem működik, ott van a listába, nyomogatom időnként, és mégsem működik. Gyakorlatilag ezért én először megnézem a shell verziót, és utána eldöntöm azt, hogy bizony nekem kell, vagy nem kell. Fel tudom telepíteni, vagy nem tudom feltelepíteni. Első körben egy nagyon egyszerű kiterjesztést szeretnék bemutatni, a fókusz típust váltó egyszerű kis kiterjesztést. Mi az, hogy fókusz típus? Kétféle egér fókusz követő típus van. Az egyik az, hogyha mozgatom az egeret, akkor a fókusz, tehát az aktív ablaknak a megjelenítése, az a program, amivel én tudok dolgozni, az változik. Azaz jelen pillanatban a kiterjesztések panel, az ami aktív, ott van a sárga keret, ezzel be is jelöltettem. Egyébként a pop shell-t is érdemes használni, de gyakorlatilag nem arról beszélek, azt egyszer a pop OS-nél be is mutattam, úgy emlékszem. Na, lényeg az, hogy a kis sárga keret az aktív, azaz éppen használható ablakom, programom. Elmozdítom fölül le az egeret, látjátok, a széléhez érek, átmegyek ide, a Firefoxhoz, és akkor már ő lesz az aktív, nem volt kattintás. Ez az egyik beállítási dolog. A másik, itt van az ikonsorba, rákattintok, akkor kérja a változást, látható, mozgatom az egeret, itt vagyok a Firefoxnál, átmegyek ide, és nem változik a fókusz. Ez nagyon kényelmes, miért? Mert én az i3 VM-et használom, ott is megvan ez a váltási lehetőség, illetve természetesen lehet vele trükközni, de a egér fókusz követés egy nagyon fontos dolog. Azaz rákattintva szeretnéd az ablakot aktivizálni, így is mondhatjuk, vagy pedig úgy, hogyha éppen átváltok vissza, hogy ahogy az egeret mozgatod. Az, hogy neked melyik kényelmes, azt használod. De azért jó ez a váltógomb, mert villámgyorsan tudom váltani, nem kell mindenfajta beállításokat megkeresni, nem kell, mint például az i3-nál, átírni a konfigurációs fájlt, vagy másik konfigurációs fájlt betölteni, hanem rögtön egy gombnyomásra megváltoztathatom a fókuszmódot. Szerintem szuper kis dolog, azaz, hogyha az ember mozgatja az egeret, változik-e a fókusz, aktív ablak, az a program, amit használhatok, avagy rá kell kattintani. Szerintem kiemelten kényelmes dolog, nem nagy dolog, nem váltod meg a világot, de nekem a munkámat felgyorsítja, hogy a munkához megfelelő és előre átgondolt fókuszmódot tudok váltani egy gombnyomásra. A következő kiterjesztés hasonlóan egyszerű, az asztali óra megjelenítési lehetőség. Természetesen tudom, hogy konkival is még lehet jelenítetni, de mivel, hogy én most jelen pillanatban ezen a gépen ehhez a feladathoz gnomot használok, nem szeretnék éppen konkit használni, hanem hogyha már gnomhoz van egy ilyen kiterjesztés, akkor legyünk szívesek azt használni. Azaz, én ezt feltettem, nagyon megtetszett, itt le lehet olvasni a nevét. Mi a lényeg? Gyakorlatilag egy órát tesz ide. Nem egy nagy dolog. Ez is olyan, mint az előző, nem egy nagy dolog, de nekem nagyon kényelmes, hogy nem ezt a picike kis időpontot kell nézegetni, órát, hanem van egy nagyobb. Természetesen be lehet állítani, alapesetben valahova felteszi. Én nem tudom, hogy a beállítás honnan származik az alapbeállítás, de nekem valahova a sarokba felnyomta, ami igencsak kellemetlenül és hülyén nézett ki. Iszonyatosan hülyén nézett ki, hogy a fele kilógott, oké, én azt tudom, hogy több monitoros rendszeren ilyen elő szokott fordulni, de hát azért mégiscsak, na hát, oké,
A következő gondolat, megnyitjuk a beállítási paneljét, azaz rábökünk erre a kis fogaskerékre, és megkapjuk ezt a panelt. Gyakorlatilag különböző labeleket, címsorokat, sorokat tehetünk hozzá, time az időlabel, illetve a dátumlabelt be tudod állítani, két sor. Jelen pillanatban ez az alapbeállítás. Nézzük is meg, hogyan működik. Erre rákattintva föl le tudod nyitogatni, fogaskerék. Véletlenül a fogaskerék az mit jelent? A beállítási panelt előszedi. Adhatsz neki egy nevet, természetesen olyan nevet adsz neki, amilyen éppen tetszik. A lokációt meg tudod adni, illetve meg tudod adni, hogy legyen-e, vagy ne legyen keret, illetve legyen háttér, vagy ne legyen háttér. Keretet hozzá tudsz adni, viszonylag normális beállítási lehetőségeid vannak, a keret színét be tudod állítani, vastagságot, a hátteret be tudod állítani, gyakorlatilag a színét tudod, illetve a rádiuszát tudod beállítani, a lekerekítést tudod beállítani. Alapesetben nincs, én úgy gondolom, ehhez a háttérhez igazából nem kell keret, nem kell hozzá háttér, el fog tűnni. Ha véletlenül azonnal nem reagál arra, hogy te valamit változtattál, mert mondjuk például a távolságokat, a lokációt szeretnéd állogatni, illetve a távolságokat beállítgat, és azonnal nem ugrik oda, ahova te gondoltad, ki és be kell kapcsolni, és akkor a helyére fog ugrani azonnal. A következő beállítási lehetőség az általános beállítási lehetőségen kívül be tudod állítani a soroknak a minőségét. Logikusan a leföl nyillal tudod változtatni az elhelyezkedést, de véleményem szerint valahogy így normálisabban néz ki. Rákattintunk a kis nyilacskára, megadhatsz egy nevet neki, az időzónát felül tudod írni, gyakorlatilag más időzóna idejét is meg tudod jelenítetni. Szerintem az zavaró, de maradjunk annyiba, hogy van rá lehetőség. A következő a dátum formátum, itt adhatod meg a dátum formátumot. Azt hiszem egyértelmű, de van egy kis sugó is, amire rákattintva oda megy az oldalra, és le tudod olvasni, melyik betű, a százalékjelet követő betű mit fog neked mutatni. Azt hiszem nem jelenthet gondot ez senkinek, általában ezeket a jelzéseket szoktuk használni. Ezen kívül természetesen tudsz még egyéb beállításokat a színezésre, egyébre vonatkozó jelzéseket beadni, hogyha véletlenül ilyen indítatásod van, ezzel a gombbal a sugót elő tudod keríteni. A következő dolog nyilvánvalóan a keretben, azaz a widgetben, abba a helyben, amire ez éppen épül, hol helyezkedjen el Y, illetve X koordinátában, centerbe, középen legyen, az elején legyen, a végén legyen. Én azt hiszem, a középre igazított a számomra megfelel. Ha van keret, és olyat használsz, a keret szélétől a távolságokat szépen meg tudod adni. Nyilvánvalóan egy picike kis játszadozás kell hozzá, főleg akkor a keret, háttér, több sor, ilyen-olyan beállítást használsz. Egy kicsi játszadozás kell hozzá, de egyszer kell beállítani. A szegélyt is meg tudod adni, milyen szegély legyen, illetve a szövegnek a stílusát. Nyilvánvalóan a szöveg stílusa az a fontokat jelzi, a méretét, a színét, árnyékoltságát, a keretezését, illetve hátteret tudsz adni hozzá. A árnyéknak a színét, mélységét, eltolását be lehet állítani, meg tudod adni a keretezést is, hogy milyen legyen. A másik lehetőség természetesen a betű háttérnek a megadása, illetve ennek az egésznek a hátterének a megadása külön, tehát nem az egész óra blokknak, hanem maga a sornak. Itt lehet látni, gyakorlatilag lökök rajta egy olyat, hogy ilyen színű legyen, kiválasztás, és akkor rögtön látjuk, hogy miről beszélünk. Külön soronként, külön beállítással mindegyik sort be tudod állítani. Azt hiszem, ezt nem is kellene ennyit ragozni, egyértelmű a beállítása, egyértelmű. Az egyértelmű azt jelenti, hogy könnyen be lehet állítani, sok mindent változtatunk, de van ennek egy hátránya is, nem kell. Véleményem szerint nem kell naponta 10-szer állogatni, illetve nagyon-nagyon-nagyon pici eltéréseket megcsinálni, mert előfordulhat, hogy számunkra nem az a lényeg, hogy olyan hű, de nagyon olyan legyen, amilyen másnak nincs, hanem az, hogy mutassa az időt. Maradjunk egy normálisan kinéző óra mellett, ami mutatja az időt és a dátumot, a többi igazából már ízlés dolga.
Ha úgy gondolod, hogy még egy és még egy sort hozzá szeretnél adni, természetesen hozzáadhatsz még sort szöveggel, analóg órát be tudsz állítani, és egyéb ilyen szépséget meg tudsz csinálni. Én úgy gondolom, jelen pillanatban szöveget nem nagyon szeretnék hozzáadogatni, de a lehetőségünk megvan, itt is ugyanazok a beállítások vannak, azon kívül, hogy saját szöveget tudsz hozzátenni, tehát akármilyen szöveget, a beállítási lehetőségek nagyjából ugyanazok. Azaz láthatóan jól megtervezett, kényelmesen használható és jól beállítható eszközt kapunk, ezt ki is törlöm, mert nekem nem kell, ennyi. Azt hiszem, ennél többet erről nem is érdemes beszélni. A következő megoldás is egy nagyon egyszerű, de hasznos dolog. Általában be van állítva a gépem, hogy 15 percig, ha semmi nem történik, nem nyúlok semmihez, nem mozgatom az egeret, kapcsoljon ki. Ez alapvetően nekem nagyon kényelmes, kivéve akkor, amikor nem. Ennek a kibekapcsolása úgy működik, hogy oda megyek a beállítás panelhoz, megkeresem az energiagazdálkodást és kikapcsolom. Ez általában működik is, kivéve akkor, hogyha elfelejtem vagy nincs kedvem ezeket a lépéseket megtenni. Nagyon egyszerű, van egy eszköz, a Caffin, ami ha be van kapcsolva, ezt megoldja nekem. Ide betesz egy ikonkát, erre én rákattintok, és elindítom, illetve kikapcsolom. A beállítási lehetőségei itt a panelon annyi, hogy 30, 50, 80, máshol be lehet állítani ennél kisebb választékot is, vagy folyamatosan, végtelen ideig tartson az, hogy ő nem veszi figyelembe az energiagazdálkodást, azaz 80 percig ő nem kapcsolja ki a gépemet. Igen, kényelmes, én végtelenre állítottam, vagy be van kapcsolva, vagy nincs. Ennyi az egész, most kikapcsoltam, és 15 perc múlva, ha nem használnám a gépet, kikapcsolna, illetve hibernált állapotba tenni magát, vagy ahogy éppen be van állítva. Oké, ezt telepíti az ember, és utána tudja használni. A beállítási panelja nagyon egyszerű, pár gondolatot kell megtenni, szintén a kiterjesztés kezelővel fogunk dolgozni, gyakorlatilag ott be kell kapcsolni, telepítés után azt hiszem automatikusan bekapcsolja magát. Oké, bekapcsolás után beállítjuk. A lényeg az, hogy engedélyezni kell egy-két dolgot, gyakorlatilag minden egyértelmű. Emlékezz állapotra nem szoktam használni, a timernek a választási lehetőségét emlékeztek, mondtam, hogy 3 és végtelen folyamatos kikapcsolási lehetősége van. Úgy értem a kikapcsolást, hogy az energiagazdálkodás kikapcsolja. Itt be lehet állítani, hogy 5-10-30 másodperccel küldje odébb. Az időzítő 15-30-60 között lehessen választani a kikapcsolási időt, illetve alvóállapotba küldést, itt más, és itt megint más a lehetőség. Gyakorlatilag azt hiszem egyértelmű, hasznos. Be tudod skálázni azt, hogyha neked például ilyen, hogy a renderelés vagy konverzió nem szokott többet tartani, mint 80 perc, akkor ezt a lehetőséget beállítod, és akkor 80 perc múlva, 80 percen keresztül nem kapcsolja ki automatikusan magát a rendszer. A következő gondolat, ami nagyon fontos, a gyors billentyű. Nyilván, aki egerészős, előbb videó és audio szerkesztésről volt szó, akkor értelemszerűen egeret használ, az ember rákattint és be tudja állítani, de gyors billentyű is hozzárendelhető. Érdekes mód, nem tudom miért így csinálták, a Windows Plus valamilyen betűt nem fogadja el verziónak, lehetőségnek, így az Alt-C, Alt-Caffin, megoldást választottam, ezzel tudom kibekapcsolgatni a lehetőséget, letiltani ezt a dolgot, vagy engedélyezni. Display, a kijelző beállítása nagyon egyszerű. Első körben érdemes átgondolni az, hogy mikor látszódjon ez a kis ikon, amikor aktív, soha, vagy pedig mindig látszódjon. Én azért hagyom itt az ikont állandóra, hogy mindig az eszembe legyen, hiszen még nem régóta használom ezt a kis lehetőséget, mindig előttem legyen, hogy van olyan lehetőség, hogy kikapcsoljam. A következő, hogy az időzítő ideje látszódjon a panelon, vagy nem, illetve engedélyezni tudod az értesítéseket. Az utolsó beállítás nem egy nagy dolog, előre-hátra léptetheted, látható, itt ugrál jobbra-balra a kis kávés csésze, számomra ez nem igazán annyira izgalmatosabb, de a következő, na hát az igen, az érdekes,
Nagyon jó dolog az, hogyha meg tudod mondani ennek a rendszernek, ennek a lehetőségnek, hogy ha bizony fut az adott program, amit én kiválasztok, akkor te bizony lépj életbe, és ne engedd kikapcsolni a gépet. Hát logikusan, hogyha én videót szerkesztek, illetve azt renderelek a Cinelerával, akkor a Cinelera futtatása idején ne kapcsolja ki a gépet, ne tegye alvó üzemmódba, ne hibernálja. Logikus. Ha van hangátalakítás, azaz a hangátalakító audio konverziós programot futatom, akkor is legyen szíves odafigyelni, hogy véletlenül se kapcsolja ki a gépemet, ne tegye hibernált állapotba. Miért? Mert akkor megszakad a konverzió, az átalakítás, és az nekem nem jó. Hiszen elindítok, az bizony a beállított, nekem automatikusan 15 percre van állítva a kikapcsolás, hibernálási állapotba való rakás, az bizony annál hosszabb, és esetlegesen elfelejtem kikapcsolni az energiagazdálkodást, vagy esetleg a kaffint elfelejtem bekapcsolni, hogy ő legyen szíves hosszabb ideig életbe tartani a gépet, az bizony elmarad, akkor bizony ő észrevesz, hogy fut a hangátalakító elnevezési program, a Cinelera program, és akkor ő odafigyel, hogy ne kerüljön alvóállapot, hibernált állapot, vagy kikapcsolt állapotba a gépen. Szuper megoldás, szerintem az egyik legjobb olyan kis bedolgozó, amit mindenképp érdemes, persze, hogyha használsz ilyen hibernálásos, energiagazdálkodásos, alvóállapotba való rakásos megoldásokat, szerintem érdemes használni, mert hogyha nem használom a gépet, nincs egérművelet, nincs billentyűművelet, akkor egy idő után legyen szíves kikapcsolni, kapok egy telefont, órákon keresztül beszélnek az emberrel, akkor ne menjen feleslegesen a gép, a monitorokat kapcsolja le, egy kis villany megtakarításhoz hozzá tudunk járulni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 3 darab érdekes? Hát nem is tudom, nekem hasznos. Na hát ez a legfontosabb, nekem hasznos kis bedolgozót, kis eszközt tudtam mutatni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!